És mellett is van mellettem dr. Stéger Csilla, szia, köszöntelek a műsorban. Szia. A felsőoktatási főosztály vezetője, vagyis hogy szerintem nálad, illetve tőled jobb információkat nem is tudunk hallani a felvételivel kapcsolatban. Rögtön kezdjünk is az elejébe bele. Honnan tudnak a diákok a lehető legpontos információkat összeszedni? Hol tudják ezt mind megtenni? Hát, hogyha egy mondatba kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy a felvé a hiteles forrás, tehát mindenkit szeretnék arra kérni, hogyha egy mód van rá, akkor a www.felvi.hu honlapról tájékozódjon, mert újságok, sajtó, pont ezt akartam, hogy elő szokott fordulni, hogy más oldalak is előtérbe kerülnek, ahol meg nem biztos, hogy a helyes információk vannak, és emiatt zavarál? Őszintén szóval a felvételi elég összetett, elég komplex, nagyon sok részletkérdés van, és a jelentkező azt hiszi, hogy azért, mert hallott egy általános mondatot, az ő esetében pont úgy van, és azért nagyon fontos, hogy mindenki a felvi.hu-ról a részletes információk közül azokat szedje ki, ami őre vonatkozik. Na, ha mondtad, hogy részletes információ, akkor egyet-kettőt ragadjunk ki. Mik a legfontosabb dolgok, amit a felvételi kapcsán megtudhatunk, teszem azt akkor a felvi.hu-ról? Hát az egyik első az az, hogy megjelent a felvételi tájékoztató, tehát a 2015. szeptemberében induló képzések már megtekinthetők a felvi.hu-n, az egyetemek és főiskolák menüpont alatt, illetve megjelent a felvételi tájékoztatónak az általános bevezető szövege is, ez is a felvi.hu bal oldalán fölül megtalálható. Ez gyakorlatilag leír minden fontos szabályt, a határidőket, amiből talán a legfontosabb, és ezt ki is emelném, az, hogy február 15 a jelentkezési határidő, és nem elég csak jelentkezni, hanem ugye most már csak elektronikusan tudunk jelentkezni, ezt hitelesíteni is kell. Tehát minden jelentkezőnek vagy ügyfélkapuval, vagy postai beküldéssel hitelesíteni kell a jelentkezését, és ennek a határideje február 23. Mit tudhatunk a pont határokról és a pont számításról? Hát a ponthatárok azok valójában a kapacitás számok alapján alakulnak ki, tehát az elmúlt években is, az elmúlt évben is úgy zajlott a felvételi, hogy minden egyes szakra, ami meghirdetésre került, szakos kapacitásokat állapítottunk meg, ez minimális és maximális. Minimális alatt nem indul a szak, és maximális fölötti létszámmal nem tud indulni a szak. A jelentkezők a pontszámaik alapján az adott jelentkezéseken rangsorban vannak állítva, az 500 pontosokat betesszük azokra a helyekre, ahova jelentkeztek, aztán a 499-eseket, 498-asokat is így megyünk lefelé. És amikor egy-egy szakon a kapacitás megtelik, akkor ott kialakul a ponthatár. Történt valamilyen változás a 2014-es évhez képest? Igen, történt változás. Egy-két olyan változás van, ami valójában a jelentkezőknek a nagy részét érinti. Az egyik ilyen változás, ez korábban be is lett jelentve, hogy az a minimális ponthatár vagy pontszám, amit el kell érni egy jelentkezőnek ahhoz, hogy a jelentkezés érvényes legyen, az emelkedett 20 ponttal idén. Tehát alapképzésben és osztatlan képzésben ez 280 pont, és felsőoktatási szakképzésben 240 pont. Mesterképzésen maradt 50 pont, tehát ott nem történt változás. Tehát ez egy olyan emelkedő létsz, amit meg kell tudni ugrani jelentkezőknek. Emellett viszont pozitívum, hogy most már nem csak az emelcintű érettségért való többletpont számít ebbe a minimum pontba bele, hanem a többi az OK-ért és a nyelvvizsgáért számított többletpont is. Tehát emeltük is a lécet, de bizonyos szempontból talán könnyebb is lesz idén átugrani. Kicsit még a tavalyi évnél maradva, nyilvánvalóan minden évnek annak is voltak sláger képzései. Meg tudnál ezt nekem mondani, hogy mik ezek, illetve hogy ez változhat-e idén? Hát kezdeném akkor, hogy mi volt a sláger. Gépészmérnök egyértelmű, mindegyik felvételi eljárásban, pótfelvételében, általánosban és a keresztfélévesben is a gépészmérnök nagyon elő van, de nyilván általános orvos, pszichológus, gazdálkodás és menedzsment, turizmus vendéglátás, villamosmérnök és az informatikus szakok is elég jól elő vannak. Sőt, ami öröm volt számunkra, hogy az óvópedagógus és a tanító képzés is nagyon előtört, így van. Talán egy pont valamelyik napja alatt a hírekben egy fizetésemelést kapnak, úgyhogy a pedagógusok. Hát pedagógus életpálya bevezetése került, így van. Tehát van perspektíva talán most már ezen a területen, és úgy tűnik a fiatalok ezt észreveszik. Tehát jelentkezés szám az itt nőtt. Ezeken a szakokon volt a legmagasabb a ponthatár. És akkor szerinted ezek megmaradnak erre az évre is? Hát ez nagyon nehéz előre megmondani. Valójában azért nem érzékelünk a fiataloknak az irányultságában vagy érdeklődésében óriási változást. Ami az elmúlt években jött fel, az a pedagógus terület, az osztatlan tanárképzéssel, a tanítóval és az óvópedagógussal, de a többi terület az most már, azt kell mondjam, kb. 10 éve
ott van műszaki terület, nagyon erős informatika, nagyon erős, és a gazdasági, egyes gazdasági szakok. Uh-huh. Még egy kis információt, ha tudjuk meg a pontokkal kapcsolatban, melyik képzésnek kell a legkevesebb pontot átösszülteni, illetve akkor a másik véletet, a legtöbb pontot? Igazából ez nem szakokra vagy képzésekre ragadható meg jól, hanem általában vannak olyan fajta meghirdetések, vagy olyan fajta képzési formák, ahol általában nem a 18 évesek, hanem a már a karriert váltók szerepelnek, akik adott esetben egy 10 éves érettségével jönnek, tehát nehezebb nekik magas pontot összeszedni, hogyha nem akarnak újra érettségíteni. Ezek a szakok jellemzően levelező képzések, vagy távoktatásos képzések, amik kifejezetten arra irányulnak, hogy karrierváltást készítsen valaki elő az életébe. Tehát ott jellemző, hogy a minimum pont, tehát a 280, tavaly évben a 260 a ponthatár, de nappali képzéseken azért általában ennél magasabb szokott lenni. Mm. Beszéljünk kicsit a munkaerőpiacról, nyilvánvalóan vannak hiány szakmák, amiket előteljesen azért sugallnak a diákok felé. Mik ezek, mit tudsz erről mondani? Hát inkább azt tudom elmondani, diplomás pályakövetési rendszer van a felsőoktatásban, tehát nézzük azt, hogy a diplomások hogyan tudnak elhelyezkedni. Ezekből az adatokból mi azt látjuk, hogy valójában érdemes a felsőoktatásba jönni, tehát aki a felsőoktatásba jön és diplomát tud szerezni, az 6 hónapon belül munkát talál. Ez egy olyan generális megállapítás, amit a teljes magyar felsőoktatásra mondhatunk, tehát megéri diplomát szerezni. Ezen belül kiemelten jó pozícióban vannak az informatikusok és a műszaki területen végzők, tehát ők általánosan egy hónap alatt szereznek munkát, és ez még igaz az orvos egészségügyi területen oklevelet szerzőkre is, tehát ott kiemelten jók a munkaerőpiaci lehetőségek, nagyon gyorsan és viszonylag magas bérkategóriával lehet jól elhelyezkedni. Ugye, hogyha jól tudom, bár nekem régen volt, hogy javítsd, tévedek, ugye mindig az a kettő fajta van, hogy vagy valaki államilag támogatottra jelentkezik, vagy önköltséges. Nem tudom, hogy ez pontosan most minek nevezik. Igen, a megfogalmazások és a mögöttes tartalom egy picit változott, tehát régebben állami támogatott volt, ez azt jelentette, hogy az állam finanszírozta a felsőoktatási tanulmányokat. Ez több pont is kellett. Igen, ez most már nem így van. Ez most állami ösztöndíjas, magyar állami ösztöndíjas. A magyar állami ösztöndíjas jelentkezőnek azt kell tudnia, hogy ez a finanszírozási forma most már egy vállalást jelent. Tehát akinek a tanulmányait az állam finanszírozza, annak egy meghatározott időn belül oklevelét meg kell szereznie, ha nem, akkor vissza kell fizetni az államnak az ő ráköltött tandíjnak a felét, vagy önköltségnek a felét, és miután megszerezte az oklevelét, azután az oklevélszerzést követő 20 évben le kell dolgozni ezt az időt, amennyi ideig ő Magyarországon államilag támogatott formában tanulmányokat folytatott, tehát ez az állami ösztöndíjas konstrukció. Igen. Ezt jelenti azt, hogy jelentkezés lapon A betűt jelölünk. A K az önköltséges, az gyakorlatilag ugyanaz a konstrukció, mint a korábbi költségtérítéses. Vállalni kell a képzésnek az önköltséget. Itt annyi a változás, hogy nem a egy költségtérítést, hanem az önköltségen alapuló költségszámítás alapján alátámasztott díjat kell megfizetni az intézménynek. Uh-huh. Ez a K betű. Milyen arányokról beszélhetünk? Te mit gondolsz erről, hogy többen jelentkeznek az állami ösztöndíjasra, vagy inkább az ez megint jelentkezői csoportokra bontható, ugye, és szakokra is bontható. Van, a tavaly évben volt 16 szak, az idei évben van 41 olyan szak, ahol a miniszter megállapította azt a pontszámot, vagy ponthatárt, amit az állami ösztöndíjas finanszírozási formában el kell érni. Tehát ott az állami ösztöndíjas finanszírozási formában a ponthatárok viszonylag magasak, és ehhez képest az önköltséges ponthatárok azok valószínűleg jóval alacsonyabbak lesznek, tehát kevesebben fognak bejutni állami ösztöndíjas finanszírozás mellett, és ott nagyon sokan fogják várhatóan megjelölni az önköltséges finanszírozást is. Még a 18-19-20 évesek, akik még nem voltak a felsőoktatásban, azok az összes többi képzésen várhatóan az állami ösztöndíjas finanszírozást fogják megjelölni, azt gondolom, ez volt az előző évek tapasztalata. Akik már tanultak a felsőoktatásban, karriert váltanak, idősebbek, már van oklevelük, ők jellemzően a költségtérítéses, az önköltséges formát jelölik meg, hiszen már elhasználták az államilag támogatott lehetséges 12 fél évüket. Térjünk vissza még kicsit a gyakorlati részére a dolgoknak, tehát hogy február 15-ig egész pontosan összefoglalóan mi a teendője a diákoknak, és akik persze jelentkezni szeretnének felsőoktatásban. Egy. Olvassuk el a felvételi tájékoztatót, hogy mit kell tennünk, és mik a szabályok, milyen dokumentumokat kell benyújtani. Kettő. Van egy elfelvételi vagy eljelentkezési szolgáltatásunk, ugyanott a felvi.hu-n. Ezen az eljelentkezésen nagyon sok sugóval és mindenféle támogatással, szabállyal segítve végig lehet menni a jelentkezésen. Nyilván személyes adatokat kell megadni, korábbi tanulmányokkal kapcsolatos adatokat kell megadni, olyan dokumentumokat kell feltölteni, mi többletpontokat tudunk számítani, és amikor a jelentkező ezeket a dokumentumokat feltöltötte, adatokat megadta,
akkor lezárja a jelentkezését, és aztán vagy átlép az ügyfélkapura, ha rendelkezik ügyfélkapuval, hogy hitelesítsen, vagy a végén felajánlja a program, hogy ki tud nyomtatni egy hitelesítő lapot, azt kinyomtatja, aláírja, beküldi hozzánk, és kész. Illetve befizeti a díjat. Persze. Az eljárás díjat. Szerinted egyébként ez egy bonyolult folyamat, ez, amit most elmondtál? Tehát sokan vannak, hogy elkeverednek az oldalon, nem értik miután mi, vagy valamit kihagynak. Ez nem jellemző. Nem jellemző. Ez nem jellemző. Bár mondjuk, ezt nem tudja megcsinálni, jelentkezem fel soha. Igen, én is azt gondolom, igen. De ez egyébként nem jellemző. Ami inkább jellemző, hogy még a fizetés elmarad, vagy késnek valamelyest a hitelesítőről a benyújtásával, illetve ami elő szokott fordulni problémaként, és azt hiszem, hogy erre érdemes talán felhívni a figyelmet, hogy minden olyan dokumentumot, ami már jelentkezéskor rendelkezésre áll, mondjuk korábbi nyelvvizsga, korábbi OK-i és bizonyítvány, bármi, amire mi többletpontot tudunk adni, ezt be kell nyújtani már jelentkezéskor. Gondolom, és nem elég a számát, ami be kell fénymásolni. Így van, egy fénymásolatot, így van, vagy be kell szkennelni a dokumentumot, és képként feltölteni a felületre, és akkor mi abból már tudunk dolgozni. Aki a később szerez bármit, érettségit, nyelvvizsgát, oklevelet, bármi dokumentumot, ő nekik pedig június 9-éig kell minden további dokumentumot pótolni. Ugyanígy feltölteni online, és akkor azt mi tudjuk értékelni. Ami újdonság idén, hogy online nyomon tudják követni a jelentkezők végig az egész folyamatot, minden dokumentumok feldolgozottságát, az arra adott pontot, mindent látnak. Tehát ha bármi olyan van, ami esetleg elrontódott az elején a jelentkezésnél, kétszer fénymásolta le a 11-es bizonyítványt, a 12-es helyet, feltöltötte az ikertesó bizonyítványát, akkor ezeket lehet korrigálni menet közben, mert látszik, hogy a dokumentum el van utasítva, mert nem a jelentkezői. Akkor megnézem, hogy úristen, kinek a dokumentumát töltöttem fel, javítom, és akkor tudom pontot számolni. De nyilvánvalóan, hogyha bármilyen probléma van, akkor azt jelzik a diák van. Felé. Hát ezen az online felületen. Tehát ezért is jó ez, mert valójában nem kell annyi levelet írni, a diáknak nem leveles ládákat kell figyelni, hanem fel kell menni a felvi.hu-ra, mindenkinek van egy saját megszemélyisített felülete, azoknak, akik jelentkeztek, és ezen a saját megszemélyisített felületén minden által feltöltött dokumentumot lát, látja azok státuszát, és amikor megkezdődik a pontszámítás, akkor látja, hogy melyikre mennyi pontot kapott, éppen hogy állnak a pontjai, melyik jelentkezésén. Tehát ez egy elég jó felület. Eszembe jutott még így a beszélgetésünk vége fele egy kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha valaki nem tudja a határidőre ezeket mind elküldeni? Van esetleg ilyen, hogy pót határidő nincsen, február 15 és vége? Hát szigorúak vagyunk, azért is vagyunk szigorúak, mert ha végig gondolja valaki azt, hogy mit jelent ez, 100 000 ember jelentkezni fog, reméljük. Az elmúlt évek tapasztalata alapján ez valószínűleg több is lesz, mint 100 000. Így van, ez több mint 1 millió dokumentum feldolgozását jelenti, amik a hátrányos helyzettől, az olimpiai sport eredményen át, az OK-s bizonyítványokig, a középiskolai dokumentumokig, a nyelvvizsgákig, a külföldi oklevelekig egy olyan széles spektrumú dokumentumhalmaz jelent, 1 millió dokumentum feldolgozása hihetetlen nagy munka. Ha nem jön be a dokumentum határidőre, akkor mi nem biztos, hogy garantálni tudjuk, hogy mi azt időben feldolgozzuk. Tehát ezért nagyon fontos a július 9-i határidő. Július 23-án megtörténik a ponthatárok megállapítása, amit addig nem tudtunk feldolgozni, persze, arra a jelentkező nem fog pontot kapni. Szerintem egyértelmű információkat és adatokat hallhattunk. Csilla, köszönöm szépen! Én is köszönöm!